Ahol most állunk, az a fizikai intézetnek egy kutató laboratóriuma. Itt nemzetközi szintű lézerfizikai kutatásokat folytatunk. Az intézetben ezen kívül jelentős még a kvantumoptika, kvantuminformatika, az elméleti részecske és magfizika. A természettudományi kar persze nem csak fizikai intézetből áll, biológiai, földrajzi, kémiai, matematikai, környezettudomány és a testnevelés sporttudományi intézeteink is nemzetközi szintű kapcsolatot ápolnak. Kutatóink Amerikától, Európán át, Japánig utaznak, ismerősei vannak, együtt dolgoznak, éveket töltenek kint. Ez óriási lehetőséget biztosít hallgatóink számára is, bekapcsolódjanak a nemzetközi mozgásokba, a tudományos élet keringésébe. Azért jöttem a kémia szakra, mert középiskolán is szerettem a kémiát, és úgy gondolom, itt megfelelő színvonalú a gyakorlat és elméleti oktatás is, és sok lehetőségünk van kutatásra, meg különböző tanulmányi versenyeken részt tudunk venni. Ez a Testnevelés és Sporttudományi Intézetnek a sportcsarnoka. Itt a labdás gyakorlatokat, a labdajátékokat tanulják a hallgatóink három lapszakon. Testnevelő edző, a sportszervező, valamint a rekreációs szervezés egészségfejlesztés. Mint látod, mögöttünk másodévesek, mellettünk elsőévesek labdáznak. Az alapszak után következhet azoknak, akik nagyon rátermettek és jó tanulók a mesterszak. Testnevelő tanári mesterszakot indítunk ezek 2009-től. Ide azokat a hallgatókat várjuk alapszakra, majd később a mesterszakra, akik a sportot nagyon kedvelik, az egészséges életmódot kedvelik. Emellett értelmek, okosak és tudatosan fogják tudni tanítani a gyerekektől egészen a felnőtt korosztályig az embereket a testkultúrára. Középiskolában is már testnevelő szakos voltam, és a testnevelő tanárom bíztatott, hogy próbáljam ki, és úgy voltam vele, hogy ki is próbálom. Hát nagyon pozitív benyomásai vannak erről az iskoláról, mert tényleg mindent tudok csinálni, ami tetszik, kézi, úszás, foci, minden van, ami engem érdekel.